Ezek a kis szöszök nem kis bosszúságot okozhatnak a rájuk érzékenyeknek a napokban. Az enyhe időjárás miatt idén extrém korán kezdődött az allergia szezon. Ezen a grafikán az látszódik, jelenleg mi az, ami a legtöbb problémát okozhatja. Ezen a térképen pedig az ország mely pontján a legmagasabb jelenleg a levegőben mért pollenek koncentrációja. Ezeket a pollen, ugye bekerül az ornyák a hátjára, hogy azt onnan kimossa, tehát így lehet csökkenteni. Na de ehhez nem az, hogy egyszer vagy kétszer befújtam, hanem nem tudom, ötször, hatszor. Az ország zászlótéri patika fő gyógyszerésze azt magyarázza, mit tehetnek az allergiások, ha már jelentkeznek náluk a tünetek. Azért is érdemes ezzel törődni, vagy kezelni ezeket az allergiás tüneteket, mert ha hosszú ideig nem foglalkozunk vele, nem kezeljük, akkor ez az allergiás gyulladásos folyamat tulajdonképpen lejjebb húzódik, és mondjuk egy allergiás asztmánk is lehet, tehát ezért célszerű ezt mindenképpen kezelni. Tehát ha valaki tisztában van azzal, mire allergiás, érdemes időben, még a szezon kezdete előtt kiváltani allergia elleni gyógyszerét, és a tünetek megjelenésekor elkezdeni szedni azt. Ezek ijesztőkítő anyagok, és ez idővel teljesen tönkre tudja tenni az ornyákat, tehát kiszárítja ezeket a csillókat, tönkreteszi. A gyógyszerész óvatosságra int azonban a különböző vény nélkül kapható orsprékkel szemben. Mint Schneider Attila mondja, egy-egy vény nélkül kapható csodaszernek ígért spré könnyedén függőséget okozhat használójánál. Érdemesebb, ha orsprét akarunk használni, a házi orvos tud írni olyan orsprét, amit hónapokon keresztül is tudunk használni. Itt annyi a különbség, a betegek számára az a fontos, hogy amíg ez a nátha elleni orspré ez azonnal hat, tehát ha befújtam, azonnal érzem, hogy az ordugulásomat csökkentette. Ezek a gyógyszeres orsprék, ezek lassan hatnak, tehát egy 5-6-7 nap kell, mire kifejlődik, viszont cserébe ezt hosszú ideig lehet használni, anélkül, hogy tönkretennénk az ornyálkártyánkat. Ugyan az allergia szezon idén korábban kezdődött, a java még hátra van. A tapasztalat szerint a nyár közelettével egyre többen fordulnak orvoshoz allergiás tünetekkel. Jelenleg a platán pollen koncentrációja áll a legmagasabb tartományban, de a nyír, valamint a ciprus és a tiszafa félék is a közepesen magas szinten lehetnek. Ugyanakkor jelen van már a levegőben a fűz, a kőr is, a juhar, a nyár, a gyertyán, a dió és az eperfélék pollenje is.